A gyümölcstermesztésben a költségek, valamint a felhasznált kémiai anyagok nagy hányadát a gombabetegségek, illetve a kártevők elleni védelem teszi ki, hangzott el a Holland Alma Kft. Vásárosnaményi konferenciáján. A cég számos kutatóintézettel és nemesítő központtal dolgozik azon, hogy minél ellenállóbb almafajták és egészségesebb almából készült termékek kerüljenek a háztartásokba. Jelenleg Magyarországon 27 ezer hektár almás ültetvény van, ennek egy része modern, egy része pedig előregedett. Szükséges a rekonstrukció, a fajtaváltás. Ebben a vonatkozásban mi azt csináljuk, hogy a világban levő almafajtákat teszteljük, behozzuk Magyarországra, megnézzük az itteni termőtájban, hogy növekednek, megfelelőek-e, milyen a színesedés, stb. És amelyek beválnak ebben a szűrőn, azokat a magyar gazdák számára bemutatjuk és propagáljuk. A vásárosnaményi konferencián több olyan gazdálkodó biotermesztő is részt vett, akik már foglalkoznak rezisztens almafajtákkal. Az ilyen gyümölcs termesztése azért is célszerű, mert kevesebb vegyszert használnak, mint a hagyományos almáknál. Nagyobb odafigyelés kell, amúgy, mert itt a kártevőket, tehát nem tudjuk egy úgynevezett erős szerrel, ami amúgy az emberi szervezetet is roncsolja, mert amivel megpermeteljük, ez valahogy egy részben le is rakódik ebbe a gyümölcsbe. Megpróbáljuk ezeket teljesen más növényi olajokkal, tehát olyanokkal, amelyeket pici odafigyeléssel jobban hatékonyabbá tudjuk tenni, és ezáltal az embereknek is, tehát, hogy mondjam, nem a mérget kell, hogy megegyék, tehát ezt a nyugaton már egy jobban előtérbe került az egészség, ami nálunk még egy picit hátrányban van, de én úgy gondolom, hogy az elkövetkezendő pár évben, tehát ezek a típusokkal tudnánk lépést tartani. Ezen a fiatal ültetvényen már elkezdték a metszést, az almabetakarítások és a levélhullás után az almás kertekben szinte rögtön elkezdik a nyeséseket, azonban a decemberi és januári nagy hidegek miatt sok gazda felfüggesztette a munkálatokat. A sebek nehezebben gyógyulnak és visszafagynak, amikor az ágot megsétjük. Ezért most a körülbelül vagy másfél hete, ahogy megindult az enyhébb időszak, most mindenki a kertben és nagy ütemben folyik a metszés, és valamennyi kis csúszás várható, bár ha olyan létszám áll rendelkezésre, az önkormányzatok még nem nagyon indultak be itt a foglalkoztatással, akkor én úgy gondolom, hogy a virágzásra azért befejeződik. Rácz Imre hozzátette, Szabolcs-Szatmár Bereg megyében a mintegy 12 ezer hektár étkezési almaültetvény mellett már mintegy 4 ezer hektárnyi rezisztens alma terület van, így egyre több káros anyagtól mentes, egészséges alma kerülhet a háztartásokba.